Megjelent a HVG 2021-es országos gimnáziumi rangsora. Szinte minden portál és lap azt emeli ki, hogy a top 10-be csak egyetlen vidéki intézmény fért be. Ez pedig nem más, mint a debreceni Fazekas Mihály gimnázium. Hogyan sikerült megtörni a fővárosi hegemóniát? Milyen szempontok, tanulói eredmények alapján állítják össze ezt a rangsort? Mi a titok, amit ezek szerint már jól ismernek a Fazekasban? Aki elmondja, Aranyi Imre, a debreceni Fazekas Mihály gimnázium intézményvezetője. Jó estét kívánok, igazgató úr! Jó estét kívánok! Hát, igazgató úr, mi a titok? Meglepte önt az eredmény? Top 10-be még nem volt. Nagyon meglepett. Évek óta mi ugye az első 20 iskola között vagyunk. Tehát tavaly 13-ak, és ez nagyon meglepett, hogy bekerültünk az első 10-be, és aminek borzasztóan ülök, hogy egy debreceni iskola először ide be tudta verekedni magát. Ez egy nagy szó szerintem. Jól tudom, igazgató úr, hogy a kollégáktól, újságíró kollégáktól értesült elsőként erre? Ez így van, mert én még akkor nem láttam ezt a rangsort, és a kollégák hívtak föl, hogy mi a véleményem erről. Én megkérdeztem, hogy miről. És akkor derült ki, hogy mi bekerültünk az első, akkor még csak azt tudtam, hogy az első 10-be, és annak meg de álmomban se képzeltem, hogy mi a 8. helyre beérhetünk. Igazgató úr, mi a titok? Nincs titok, tisztességesen kell dolgozni. Ennyi. Tehát ezt az eredményt... Akkor sokan lennének a top 10-ben. Ha csak ennyi lenne. Lehetséges, és bízom benne, hogy egyre többen lesznek, de 10-nél többen nem. Aminek én nagyon örülök, hogy debreceni iskola került ide be végre. És ez nem csak a debreceni Fazekas Mihály gimnáziumnak az eredmény, én úgy gondolom, itt a hangsúly a Debrecenin van. Hiszen azok a gyerekek, akik hozzánk, vagy oda kerülnek, ők jártak óvodába, jártak általános iskolába, van egy szülői háttér, tehát ez valahol most összegződött, és szerintem hozzájárult ahhoz, hogy ezt a szép eredményt elérhettük. Hányan járnak oda, és honnan kerülnek be a gyerekek? Most 845-en vagyunk, és mindenféle fajta iskolából. Tehát nincs olyan, hogy bázisintézmény, van egy felvételi rendszer, és a felvételi rendszerben mi nézzük az általános iskolás eredményeket, a központi írásbeli eredményeit, a szóbeli eredményeit, ez alapján rakjuk sorba. És aki megfelel, az bekerül. Nehéz bekerülni a Fazekasba? Szerintem nem. Tehát Debrecenben nagyon sok jó iskola van. Mi vagyunk az egyik. Én szerintem minden iskolának megvan egy, mondjuk az, hogy szurkoló tábora, ahol a család járt, oda szeretne bekerülni, és így megoszlik, egymásnak nem vagyunk konkurenciái, büszkék vagyunk egymás eredményeire, én legalábbis mindenképpen, hiszen az OKTV eredmények alapján ugye tőlünk sok diák bekerült, de ne felejtsük el, hogy a többi gimnáziumból is nagyon sok tanuló bekerült ide. Köszönöm, hogy ezt szóba hoztam, mert nem is olyan régen foglalkoztunk mi is a Napszemle is ezzel, hogy az OKTV versenyeken rendszeresen és most legutóbb is a Fazekas Mihály gimnáziumból került be a legtöbb gyerek vidékről. Ezzel mi a helyzet? Kik juthatnak oda, és minek köszönheti ez a 20-30-as szám? Hát most éppen 35 volt, de tavaly 25-30, tehát nagyságrendileg ebben a kategóriában mozgunk. Mi úgy gondoljuk, hogy aki bekerült hozzánk, azoknak lehetőséget adunk. A lehetőség pedig az, hogy ha szeretne, meg ha akar, akkor ezeken a versenyeken indulhat. És nem csak OKTV verseny van, hanem nagyon sok számos verseny, és ott megmérettetik magukat, szembesülnek azzal, hogy az országban sok jó képességű gyerek van, és hogyha szerencséjük van, akkor adott esetben az országot is képviselhetik, mint diákolimpiai válogatott. De itt hagyj egyezzem már meg, hogy én nem csak a Fazekas, jó, innen most éppen úgy jött össze, hogy 35, de azért a többi, akár most a tankerület által fenntartott iskolát nézem, azért ott van a Tóth Árpád, onnan is 5 ember ott van. Az Adiból azt hiszem, hogy 3. A Csokonaiból 8, a Meggyesiből is van. És a többi iskolából is, azt hiszem a Refiből 2, Kossuthból 5, tehát Debrecenben nagyon sok tehetséges gyerek van, és jó iskola.
Arra gondoltam néhány kérdések korábban, hogy debreceni gyerekek egyébként, debreceni családokból érkező gyerekek adják a gerincét Durván olyan kétharmad része debreceni, de a debreceni agglomeráció, Hajdú-Bihar megye és a környező megyékből is előfordul, illetve a határon túli részekről is egy-két tanuló. A pedagógusokról talán nem ró megérte igazgató úr, hogyha azt mondom, hogy én kértem, hogy hozzon el egy kollégát magával, és azt mondta, hogy egyet biztos, hogy nem tud hozni, de 15-20 székünk meg nincs ebben a stúdióban. Olyan sok kollégát kellene hozni, aki mind-mind részese ezeknek a szép eredményeknek. Igaz, mert most kit emeljek ki? Most az informatikát, onnan őt. A tavaly volt ugye a spanyolból is, meg franciából is az első helyet hozták el a diákjaink. Vagy fizikát, vagy matematikát, vagy melyiket? Melyik ujjamat harapjam meg, mikor egyet kéne kiválasztani? Tehát ez egy kollektív munka eredménye, értve az alatt, hogy akik ott dolgoznak, mindenki teszi a dolgát. Hány fős a nevelői testület? Hát durván 63 ember az, aki rendszeresen ott van. Miben rejlik az erejük? Stabil csapatról beszélhetünk? Stabil, tehát nagyon kicsi a mozgás. Tehát évek óta együtt dolgozó csapat, mindenki tudja a helyét ebben a gépezetben, és mindenki azért dolgozik, hogy a gyerekek minél jobb, minél szebb eredményt érjenek el. Amikor végigment ezután a lista után, gondolom, hogy azért a folyosón nevelői beosztálytermekben azért ez téma, hogy hova jutott a fazekas története során először top 10-be, akkor mit mondanak? Látszik a gyerekeken büszkeség, kollégákon, egyáltalán hogy élik meg önök ezt belülről? Szülők részéről? Én úgy gondolom, hogy úgy helyén kezeljük a dolgot, mert soha nem a többiekhez viszonyítjuk magunkat, hanem a Fazekas Mihály Gimnázium előző évi teljesítménye az, amit megnézünk, és ahhoz képest most egy picit jobban sikerült, vagy egy picit gyengében esetleg, tehát mindig önmagunkhoz. És én annak borzasztóan örülök, hogy egy olyan közegbe sikerült most bekerülni, az első 10-be, első debreceni iskolaként, akinek a merítése, akik előttünk vannak, sokkal nagyobb, hiszen egy budapesti beiskolázási körzet, ahol durván 2 millió ember meg az agglomeráció ott van, onnan kiválogatva a gyerekeket versenyez egy olyan terület, ahol durván 200 000 ember él. Biztos hallotta már azt, hogy könnyű önöknek, hát hiszen oda kiváló képességű gyerekek jelentkeznek. Mit szól ehhez? Vagy hallott-e már ezt? Hát persze, tehát persze, hogy nekünk könnyű dolgunk van. Én inkább azt mondanám, meg azt is mondják még, hogy versenyistálló, ugye ezt is szokták mondani. Persze, azt mondják a Kossuthra is. Hát jó, de az, ami nem foglalkozunk a mással, tehát mi a magunk dolgát nézzük. Én meg úgy gondolom, ha már ilyen agrár irányba mentünk el a lótenyésztés felé, hogy van egy gyerek, aki ha megfelelő közegbe, környezetbe kerül, akkor kibontakozhat. És a mi feladatunk az, hogy ezt próbáljuk neki biztosítani. Egy másik iskolának lehet, hogy más a feladata, amit kiválóan csinál. Tehát nem bennünket kell így összehasonlítani, én azért mondom, hogy mindig magunkhoz viszonyítsuk egymást. Tehát én becsülöm azokat, és ők is gondolom, hogy becsülnek minket, más a feladat adott esetben. Ha egy iskolának mondjuk szocializálni kell, arra kell megtanítani a gyereket, hogy beilleszkedjen, szocializálódjon, ha azt kiválóan csinálja, óriási feladatot lát el. A mi feladatunk vagy helyzetünk az, hogy azokat a gyerekeket, akik hozzánk jönnek, azoknak adjunk lehetőséget. Tehát mi csak kinyitjuk a tudás kapuját, tehát oda vagy belép, vagy nem. Tehát mi lehetőségeket kínálunk, és hogyha ezzel él a gyerek, akkor jó. Egy évnyitón vagy évzáron hallottam azt, hogy építsük együtt a tudás várát. Hát önök úgy tűnik, hogy elég jó várat építettek. Végezetül még a metodikáról, hogyha tudunk 3 mondatot váltani. Ezt nem nagyon szokták ezt a rangsort megkérdőjelezni egyébként. Minden rangsort megkérdőjelez az, aki
nem kedvező helyen szerepelne, hogy a Churchill óta tudjuk ezt a statisztikai dolgot. Tehát nagyon nehéz összehasonlítani ezeket a dolgokat. Ez a lista, amit megpróbál, olyan eredményeket összevetni, amit mindenki ugyanabban az időszakban, ugyanolyan helyzetben megcsinál. Tehát ez a kompetencia mérések, ami készségeket, képességeket mér. Ez matematika, illetve nyelvi készségek, ehhez jön majd az idén egy természettudományos kompetenciamérés, tehát mindenki ugyanazt csinálja ráadásul. Ugyanilyen a érettségiknek az időszaka, középszintű, emelt szintű, de ugyanazt írják. Egy időben a magyar, a matematika, a történelem, az idegen nyelv mindenkinek kötelező. Illetve még hozzáveszik a felsőoktatási intézménybe bekerülőknek a arányát, számát. És ebben mi, hál' Istennek, hogy a célunk is az, hogy felsőfokú oktatásra készítsük fel. Ez a gimnázium egyik feladata. És innen, vagy tőlünk egy olyan 95-100%-a a gyerekeknek egyből bekerül azokra a területekre, amit választana, vagy ahova szeretne. Egy ilyen 95-100%-a. Az elég jó. Elfogadhatónak tartom. Arany úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, és gratulálok önnek is, kollégáknak is, és hát a gyerekeknek. Sik egyébként a diákok között? Sik a tudás? Nem szégyen, és ez nagy dolog, hogy nem stréber az, hanem igenis fontos, hogy olyan közeget tudjunk teremteni, hogy a gyerekeknek ne legyen ciki az, hogy tanul, hanem büszke legyen rá. Igazgató úr, köszönöm, hogy itt volt és elmondta. Nagyon szívesen, viszont. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!